Jó estét! Jó estét! Igen, múlt héten voltunk itt, és egy levelet hagytunk itt a Kövér úrnak, és a kollégája át is vette tőlünk, hogy azért szeretnénk érdeklődni, azután szeretnénk érdeklődni, hogy megkapta-e. Mit tud erről? Valószínű. Hogy, én meg azt szeretném megkérdezni az elnök úrtól, hogy dolgozik-e a parlamentben, hogy lesz-e télen mivel fűteni. Ez nagyon érdekelne. Hát azt nem tudom, kell megkérdezni. Mikor lehet most megkérdezni tőle? Hát most sem mikor. Országgyűlési irodaházába el tetszenek menni. Most azon gondolkodtam, hogy kell-e most egy nagyobb mennyiségű fát nyáron betároztak-e, vagy biztos lesz a gázellátás, folyamatos lesz az egész téma. Szinte nem tudom, kell megkérdezni. Itt van a Kövér úr, mert látjuk, hogy ég a villany. Sajnos nem tudok információt adni. A múltkor itt hagytunk egy levelet neki. Azt szeretném tudni, hogy azt megkapta, és hogy miért nem kaptunk rá választ, ezt meg tudnál kérdezni? Szintén országgyűlési irodaháza. De nem az országgyűlési irodaháznak adtuk, hanem a kollégája, aki itt volt. Neki átadtuk, aki megígérte, hogy személyesen adja a Kövér úrnak. Valószínűleg megkapta. És akkor választ, mikor kapunk, ezt nem tudná megkérdezni? Nem tudok sajnos. De minket ez most nagyon érdekelne, mert ez egy fontos kérdés. Hát ezt nem körül kéne megkérdezni, hanem országgyűlési irodaház. Hát ilyenkor van itthon, mert dolgozik egész nap szegény ember. Azért mondom, országgyűlési irodaház, el tetszének menni, ott biztos fogunk válaszolni kérdésekre. De mi most vagyunk nagyon kíváncsiak. Kövérni. Hát ezt nem a háznál kéne megkérdezni, hanem a munkahelyen, hivatalosan. Ott nem fogadod minket, mert az nagyon fontos hely. Akkor nem tudom. Oda minket nem engednek be. Ide hoztuk a levelet. Nekünk az is jó lett volna, ha itt hagy önöknél egy választ. Csak tudjuk, hogy foglalkozik velünk. Illetve van a problémával. Nem hallottuk a nyilatkozatát se Kövér úrnak, nem hallottuk se a kormánytagoknak. Se nyilatkozat, semmi, pedig az egy elég fontos kérdés, mert kerestük őt meg. Én erre nem tudok mit mondani. Akkor ön miért van itt csak úgy? Gondoltuk, hogy segít nekünk. Már nem kötözködök, bocsánat. Csak a segítségét szeretnénk ebben kérni, mert Kövér úr, nem tudunk hozzáférni. Országgyűlési irodaház, hivatalosan el tetszett menni, ott érdeklődni, és ott fogunk válaszolni. Nem válaszolnak. Én már írtam nekik nekem is, nem válaszolnak. Nem lehet megkérdezni esetleg telefonon? Miért címért nem tudják a házelnök úrnak? Nem. Mint képviselőként bekerült a parlamentben, nem? Ennyit tudok mondani, hivatalos ügyben. Én nem tudok, sajnos ebben sem. Az a helyzet, hogy próbáltuk összeszedegetni, mert ugye már hány hónapja választottuk meg ezeket a képviselőket, hogy minket képviseljenek. Hát most már magunk helyett küldtük őket, hogy fölruháztuk őket mindenféle joggal, hogy minket képviseljenek, viszont a kívánságainkat így nem tudjuk eljutatni hozzájuk. Tehát nincs egy lista az országgyűlés, vagy holnapján, vagy bárhol nem található meg egy olyan lista, ami az összes most mandátumot szerzett képviselőnek az e-mail címét, elérhetőségét tartalmazza. Szerintem egy nagy, tehát házelnök úrnak erre is oda kellene figyelni, hogy ha már egyszer képviseleti demokrácia csak hivatalos úton, én erre nem tudok mit mondani, tehát én nem tudok sajnos segíteni. De milyen fórumhoz menjünk akkor? Mondom, a kormánytagok egyszerűen... Ennyit tudom, csak ott országgyűlés irodaház, és ott hivatalosan. Más sajnos nem tudom. De hát hivatalosan sem lehet semmit elintézni. Tehát hülyének nézelek bennünket, kis embereket. Próbálkozni kell tovább. De miért kell próbálkozni? Hát a miniszter az azt jelenti, hogy szolga. És most én erre mit mondjuk önöknek? Önök szerint én tudok ebbe segíteni? Hát például jó lenne, ha csak megpróbáltunk, hogy át, ha tudunk személyesen beszélni. Jön a Kövér úr, és azt mondja neki, hogy kedves főnököm, ne haragudjon, itt voltak az emberek, a civil lakosság, és jogos egyébként ez a, mert az a baj, hogy ők ilyen
felsőbbrendű lényeknek tartják magukat, akik megközelíthetetlenek, tehát ilyen emberekkel védik magukat, a mi pénzünkön, hála jó Istennek, és ezt nekünk tetszik, nem tetszik, el kell viselni, és most még négy el kell viselni. Meg az is, miért bajunk, hogy nagyon nagy a probléma az országban, tehát az emberek nagy része nagyon el van keseredve, és egyszerűen nem tudunk sehova fordulni a panaszainkkal, a problémáinkkal. Tehát áthatóhatatlan ez az egész. Például senki nem hallgat meg bennünket. Hát tavaly volt itt ültünk meg, itt volt ültünk, senki nem hallgat meg bennünket. Hát ezt mondjuk megértjük, hogy most késő este magán élethez is van joga mondjuk egy házelnöknek, viszont azt esetleg közvetíteni, nem biztos, hogy reggelente azért köszönnek, hogy nem találkoznak. Csak egy annyit közvetítene felé, hogy szeretnénk, hogyha az országgyűlésnek a holnapján nyilvánosságra lenne hozva az összes képviselőnek az elérhetősége e-mail cím. De úgy, hogy ami személyes e-mail cím. Ami azt jelenti, hogy oda elküldött egy levelet, akkor az biztosan megtartja az életet. Jó, továbbítom a kérést a megfelelő fórum felé, ennyit tudok ígérni. Hát, és erre esetleg megkérhetnénk, hogy reggel, ha találkozik vele, akkor megmondaná neki, hogy itt voltunk a múlt heti levél miatt, sehonnan nem kaptunk rá választ. Esetleg, ha itt hagyna itt ebben a lakókocsiban egy választ erre, és a jövő héten nagyon szívesen eljövünk érte. De sajnos elfogadt emberek vagyunk, és mi csak ilyen tájt érünk ide. Meg azt kérem, hogy átadni nekik, hogy a levelünkre legalább válaszoljon valaki. Tehát nem egy levelet írtunk mi már, és egyszerűen semmi. Mondjuk hát 20-án megnézzük a tízi játékokat, és akkor 21-én este ide jönnénk a válaszért. Ezt úgy meg lehetne oldani? Mondom, továbbítok mindent, és... Hát a múlt héten a kollégá is továbbította, de arra sem kaptunk választ. Ugye egy illatkozat is elég lenne, hogyha mondjuk elhatárolódna a házelnök úr, meg a kormánytagjai elhatárolódnának mondjuk az izraeli háborúból, háborútól. Így van. Erőszakos beavatkozás. Igen, mondjuk a levél arról is szólt. Erről szólt a levél. Dologról, ugye, mert tegnap például azt hamarabb tudtam mondani rá, hogy a kurdok megtámadásával azt nagyon nem értettek egyet, és mindjárt tudtak segélyeket üldeni, holott a szerencsétlen palesztin gyerekeket, meg hát nem csak azokról van szó, hát a családoktól minden szót lövik őket. Tehát ilyeneket is kellene. És de hát, mondjuk, ha mindenki mellett segítünk, akkor legyen egységes. Nem csak az, hogy most ehhez kedvünk van, meg nekünk ez most jó pont, akkor oda segítünk. Ennyit mondom, a megfelelő fórum fel a továbbítunk. De mi a megfelelő fórum? Mi a Kövér Lászlónak üzenjük ezt? Az a megfelelő fórum ön szerint is? Igyekszem. Ez nem kielégítő válasz nekünk, mert most lehet, hogy mit tudom én elmondja a biztonsági szolgálat főnökének, ha mondjuk az az ön főnöke, ahol mi nem vagyunk kisegítve. Tehát mi ezt a Kövér úrnak üzennénk, személyesen neki bele a fülébe. Igen, és felháborít, hogy még mindig nem határolódtak el, ugye most szimpátiatüntetések folynak az országban az Izrael támogatásáért, hogy ők ugye... jogosan gyilkolnak, és fölháborító, hogy nem határolódik el a mai napig a kormányzat ettől. És hiába adunk be petíciót, hiába kérdezzük őt, itt személyesen hagyunk leveleket, erre választ nem kapunk. Tehát akkor még egyszer fölteném a kérdést, ki vagy mi a megfelelő fórum? Előbb mondtam, országgyűlés irodaháza. De most az országgyűlés irodaháza fogjuk közölni, hogy mi itt voltunk? Vagy a Kövér Lászlóval? De ez nekünk nem elég. Mert akkor most tulajdonképpen ott vagyunk, ahol voltunk sehol. Tehát a Kövér, mi megkérnénk önt, hogy a Kövér Lászlóval ezt legyen kedves közölni. Most akkor ezt megteszi, vagy nem? Vagy honnan fogjuk megtudni, hogy merre kapta egy... Tehát most igen, vagy nem? Ennyit tudok mondani, nem a háznál kell a illetőt zaklat idézni. Nem zaklatjuk, mi? Nem zaklatjuk. Hát ha zaklatnánk, akkor kiabálnánk, dobolnánk, fütyülnénk, sipolnánk, stb. Dudálnánk. Nem zaklatjuk. Egy választ szerettünk volna kapni, egy levélre, ami megint szinte eljuthatatlan, lehet, hogy el sem jutott hozzá. Akkor ezek szerint a kollégája is az országgyűlési képviselőház vagy irodaháznak adta ezt oda? Megfelelő fórum fele továbbította. Na most jó, hát ez már olyan, mint a pereces, hogy egyet fújunk.
De ettől még nem vagyunk okosabbak. Mit mondjak erre most? Hát, hogy a Kövér Lászlónak fogja ezt megmondani, vagy az országgyűlésnek, mert nem ugyanaz a kettő. Még mindig nem értem. Magyarul kérdezem. Nem. Magyarul válaszolok. Nem értem. Szökke vagyok. Bocs, öreg vagyok, szökke vagyok, nő vagyok. Hát erre vagyok. Egy igent vártam, vagy egy nemet, semmi más. A Kövér Lászlónak mondja meg, vagy nem. Megmondja neki igen, megmondja neki nem. Megértem, mert akkor tudjuk, hogy megint hozni kell a levelet. Hozni kell a levelet. Ennyi, csak hát akkor fölöslegesen is írtáljunk levelet. Drága papír, drága nyomtató. Tehát Kövér Lászlónak megmondja, igen, nem. Ennyit várok, nem többet. Megfelelő fórum felett találkozunk. Drága úröm, ez már olyan haragudjon, mint a perecses, mikor elakadt, hogy perecet tessék. Mi lesz a... nálunk is lehet. Jó, akkor hozzunk neki még egy levelet? Az oroszokhoz a... De mi szeretnénk, hogyha ez az ő kezébe jutna, mi problémánk. És abban lesz valami? Vagy most itt olcsóbb lesz vajon az élelmiszerektől? Megközelíthetetlenek. Hát, tényleg, hogyha nem tudják kivinni az exportálni a élelmiszert. Persze, hát semmi más. Ide fönn ülne, magasan, és nagyon akkor itt lesz olcsóbb, nem? Hát ezek már olcsóbb. Hát érted, ilyen, hát nem is tudom elmondani. És ez a Kövér úr tudja? Lehet, hogy itt olcsóbb lesz az élelmiszer, nem is tudja mi? Lehet, hogy most azért vannak annyian a parlamentben? Vagy majd télen kukoricával fogunk üzenni. Annyira? Gázhelye. Vagy ami van. Basszus. Tehát megkaptuk a választ, nem fogják átadni reggel. Persze, hogy nem. Jó. Ő hatalmas. Hát nincs egy papír, és akkor írjunk egy... Nincs... Na, én nem hoztam egy papírt. Leírni. Hát ez nem zaklatás, hát ide hoztunk egy levelet, igen, akkor ezek, akkor nem harag, ugyanakkor elképzelhet, hogy a kollégája sem akarja nekünk vagy WC papír is nincs nálatok. De a továbbítás, ráírni, az nem is semmi papír. Papírrepülőt hajtogatok belőle, és eldobom, az is továbbítás. Nem tudom más mondani, sajnos. A kollégája odaadta, vagy ő odaadhatta neki a levelet, vagy nem adhatta. Hát azt mondta, hogy ez a protokoll, hogy ami ide jön post, azt ő veszi át. Tehát akkor ő valószínűleg kézbesítette neki, de viszont választ nem kapunk rá. Hát figyeljetek ide, ez az igazi diktatúra, kőkemény. De na, most engem ez nem érdekel, engem egy igen vagy egy nem érdekel, semmit több, de még mindig csak, most elharagudjon, nem akarom még bántani, de tényleg, mint a perecet, csak egyet fúj. Azt tudom mondani, hogy 28-szor megkérdezik, akkor azt mondani, de magyarul beszélünk, emberek vagyunk, mondjon egy igent vagy egy nemet, és mindjárt mi is értjük, hogy miről van szó. Továbbítódott. Hát 30-szor megkérdezik, akkor azt tudom csak mondani. Hova továbbítódott, ezt szeretném tudni. Megfelelő. Mi a megfelelő hely, a kuka? Nem, a kormányhivatal. A kuka volt, nem most érti? Ali. Hát, beszélgetettünk volna a reggelig, akkor is csak ezt. Én ráérek egyébként, tehát tök mindegy. Nem tudok más mondani. Egy igent vagy egy nemet nem, tehát ezt nem tanítják önöknek, hogy miért nem tudja ezt mondani. Mert nem ígéret, nem tudok ígérgetni semmit. Nem ígéretet kérek, igen tovább vagy nem. Igen, tovább tehát magyar, igen. Én azt kérdezem, hogy a Kövér Lászlónak fogja megmondani, igen vagy nem. Ennyit kérdezzük, magyarul kérdezzük. Kicsit mást, hogy azt megkérdezhetem, hogy önök odahaza gázzal fűteni? Már csak... Már ez ilyen... Vagy ez tudok más nevűben nyilatkozni sem, és kívül. Nem a Viktor. Ez a Viktor! Ez a Kövér Lászlónak a fűtésre, hanem egy... Nálam tehát fűtés van. Tehát fűtés van. Azt is gázzal fűtik, persze. Ugye, most még kicsit melegünk is van, tehát lehet, hogy mi kitakarózva alszunk, de most kellene nagyon határozott lépéseket tenni a parlamenten belül ahhoz, hogy télre ne legyen meg bal. És így én a híradásokban sehol nem látom, hogy ezzel nagyon foglalkoznának, mint ahogy azzal se, hogy azzal, hogy az Európai Unió az bekeményített az oroszokkal szemben, és ugye válaszként ugye az összes mezőgazdasági terméket, amit Magyarország ugye exportálna Oroszországba, azt kitiltották az orosz piacról. Ez azt jelenti, hogy kb. 100 milliárdos költségvetési lyukat jelent a magyar költségvetés, ami gyakorlatilag megrecsenteti vagy bedöntheti a magyar költségvetést. Erről sem nem hallom a híreket. Ez egy fontos. Vagy mivel fűtjük a télen? Vagy lesz elég tárgyal? Vagy szerintem, hogyha... Tárgyal lesz, csak nem lesz mivel fűteni. Ha már nem tudják elrendezni, akkor legalább föl kellene hívni az embereknek a figyelmét,
hogy emberek vegyetek fát, meg szakmát. Mindenki gondoskodjanak, ti vitt az előről, hanem aki nem akar megfagyni. A stadionére vitt a pénzt. Hát ez az. Hát jó, a pénzzel úgysem lehet, mert annak a kicsi a fűtőértéke a pénznek. De igen, kubrúj portáshoz panaszkodni, hogy hát most a portásig jutottunk megint. Most emberileg jobban jár. De mi úgy gondoljuk, hogy ilyenkor, amikor ilyen válsághelyzet van, akkor a parlamenttől az nem lehet elnyaralni. Én hallottam ilyesmit, hogy ilyen visszarendelések vannak, csak a viradóban meg nem halljuk, hogy ennek bármi. Jó. Ha érdemben foglalkozunk, ez nem jut el. Most akkor mit csináljunk? Tehát most akkor napközben, ha ide jövünk, akkor tudunk vele beszélni? Nincs itthon. Este jövünk, akkor szundikál. Hivatalos fórumhoz vagyunk küldve, meg továbbítunk, meg papírrepülőt hajtogatunk, akkor most ilyenkor. Itt lesátorozzunk, majd legközelebb bejövünk, sátorozzunk. Hát lehet, hogy be kell ide jelenteni valami demonstrációt, azt egyszer csak elkapjuk. Hát előbb-utóbb, hát csak megfogjuk. Hát volt ne ilyen, hogy itt állt 3 napig. Persze, éjség sztrájk volt 3 napig, szóval igen. Szóval akkor se. Vagy ha nem tudja ellátni a feladatát, akkor szóljon a parlamentbe, hogy valaki más vegye át. Vagy nem az érdekeinket képviselő. Na hát ez az, ha fontosan. Ajánlott levelet kell feladni, saját közöletet. Levelet nem válaszol. Nem tudja megmondani, mivel fűtsünk a télen. Ja, nem? Akkor minek van? Beírjuk a protokoll feladatokat kell látni. Kövré László 520 forintos mélyeg. És már kell írni, hogy saját kérdezőleg átvenni. Na akkor legalább lesz, viszont úgy átvette. És ha ide postáltatunk neki egy levelet, azt ő átveszi, vagy az is elakad önöknél? Postán keresztül továbbítom. Ide a lapcímére? Ha ide címis, ő megkapja? Vagy azt is maguk veszik át, elolvassák, aztán továbbítódik. Postán volt feladnak, azt megkapja címzőt. Úgy kell írni, saját SK, saját készüleg. Meg azt hiszik, hogy a szlovák rendszám, aztán azt hiszik, hogy baj van. Nem ismernek olyan rendszámot, hogy Kövér László SK. Saját kezüleg fogja kidobni a kukába. De legalább lesz papírunk, aláírjuk a papírt, hogy többen bizonyítjuk, hogy felettem. Na jó, mindegy, hát akkor szerintem abban megállapodhatunk, hogy akkor üzenjük neki. Jó, majd továbbítódik, aztán majd nem tudom, füstjelekkel, vagy meg. Hát mindegy, majd megkérdezik valamelyik. Jövő héten akkor megnézzük, ide meg ilyen hátra jutunk valamire. Erre a címre kell írnál. Jó? Jövünk többször is, nem? Szerintem még lehet, hogy holnap eljövök. Holnap lesz esetleg valami kollégája, aki meg tudja mondani. Tényleg, hol vannak a rendőrök? Hát itt van az út. Esetleg holnap, ha rájövünk, tud erre választani? Mert most, amikor hoztuk a levelet, akkor itt olyan igazoltatás volt, hogy ilyen csúvaj. Legközelebb le kell is sátorozni, aztán akkor tudunk vele beszélni. Jó, van, úgyis hajléktalanok leszünk lassan neki köszönhetően. Valószínű. Csak nem. Mi? Hát ha rajtuk múlik, akkor itt fogunk lakni. De ez jó, mert itt van árnyék, eső se esik ránk. Fázunk, akkor be tudunk menni ide a buszba. Mi is idehozunk egy lakókocsit. Melyik színű buszba gondolod, hogy bemehetsz ebbe? Nem, minden is továbbítanak zsokkal. Idehozunk egy lakókocsit, mi is ide a másik körére. Akár. Na miért? Ha lehet. Összeköltözünk, az FHB is megmondta. Költözünk össze. Jó, tehát akkor ne számítsunk sok sikerre, attól, hogy ön ezt átadja neki, hogy mit voltunk. Annyit fogok ígérni, hogy továbbítódik. Hát ezt már ismerjük, ezt a szót. Holnap, ha megkérdezzük, szerintem, akkor csak kapunk valami választ, nem? Estére lehet már. Hát estére. Hát megkérdezhetjük holnap is. Na, nézzük meg. Véletlenül, ha erre járunk. Ja. Mi? Véletlenül ti jártok erre? Hát járhatunk itt. Szoktuk erre járni. Mert most a veletek itt a sarkon futottunk össze, az véletlen volt, az rendben van. Mindegy, mit ütött be a GPS idehoz. Rikó utca. Jó, rendben, akkor
Mi meg azért jöttünk erre, mert látok, hogy elterelték az utat, és csak erre jöttek a kocsik. Hát nagyon sok kocsi jött erre. És én úgy félek, tudod, motorosokat leütnek, a kövér nem segít, hát hiába panaszkodunk. Ezt is megírhatod neki, és oka, és akkor ajánlott levélbe ide a címére elküldöd. Így van, SK. De tért SK. Novák, de térti reményesen, hogy eljárt egy előre. Ne írd rá, hogy SK, mert lehet, hogy továbbítják Szlovákiába. Így van. És jó? Sokat nem válaszolnak. Oké, rendben. Jó, akkor nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon használható felvilágosítást, még nem tudom, mit kezdünk vele. 2, 4, 6, 8, 10, így 12-en majd megfejtjük valahogy, nem? Shiftírozzuk valahogy ezt a dolgot, nem? Hova kell menni? Valószínűleg jövős irodaház. Gyerekek! Most? Olimpiai park. Olimpiai park. Azt szeretjük. Munkaidőben. Nem is dolgoznak, hát nyaralnak. Egyáltalán itthon? Ja, ott a szép új kocsi. Az elképzelhető, hogy a besétálók is megadják a tisztviselőknek az e-mail címet. Ne legyél ilyen naív. Ne legyél, még visszal a mereségbe. Akkor azt mondják, hogy megy az országházba. Nem, akkor majd kiküldenek ide a nyár utcába. Ja, igen. Majd ott is továbbítanak. Továbbítanak. Esküszöm. Jó éjszakát. Erős vagyok, mint a kövér bajsza.